Sziasztok, Kömkel vagyok, ez a Minden, ami családi ház podcast. A vendégem dr. Kovács Krisztián, és az építési jogról fogunk beszélgetni. Üdvözlök mindenkit, köszönöm a lehetőséget. Mutatkozz be egy pár szóval, kérlek, hogy mivel foglalkozol ténylegesen. Most én 2014-ben végeztem a jogi karon, akkor szereztem meg a diplomámat. Abban az évben már tanítottam, azóta is tanítok az egyetemen, emellett doktori képzésben is veszek részt, ott pont a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet, illetve hitelezők helyzetével foglalkozom a fizetésképtelenségi eljárásokban, ennek lesz relevanciája a mai témával kapcsolatosan is. Emellett van egy Amerikában akkreditált diplomám, és civilben pedig ügyvédjelöltként dolgozom. Többnyire építőipari cégeket képviselünk, építési joggal foglalkozunk, nagyon sok peres ügyünk van. Az építési jogok kapcsán akkor zömében cégeket képviseltek, vagy magánembereket? Többnyire cégeket képviselünk az ügyvédi irodában. Az nekem hobbim, hogy egyébként magánszemélyek képviseletét is ellátjuk, őket képviseljük egyébként kisebb számban. Tehát igazából rálátsz akkor gyakorlatilag mind a két ügyfélkörre, úgymond az építési dolgok kapcsán. Nem túlzás ezt mondani, illetve van egy olyan szegmens is, hogy ugye a társasházi kivitelezésekben is benne vagyunk, akár alvállalkozói, akár generál kivitelezői oldalon, tehát nem kizárólag a családi házas tapasztalattal rendelkezünk ezzel kapcsolatosan. Ez azt jelenti, hogy a szerződés kötéseknél vagytok ott, mint ügyvédi jelenlét? A szerződés, onnantól kezdve ott vagyunk gyakorlatilag, hogy megvannak a tervek, tehát mi az engedélyezési folyamatban nem veszünk részt, de onnantól kezdve a vállalkozói szerződések és a maguknak a lakásoknak az adásvételénél is jelen vagyunk, illetve ugye a jótállási kötelezettségek teljesítése során akár 1-2-3-4-5 évvel később is benne vagyunk a történetben, hogyha valamilyen minőségi hiba merül fel a későbbiekben. Mit jelent a jótállási kötelezettség a gyakorlatban? Új lakások építésénél itt klasszikus lakást is értjük ez alatt, illetve családi házakat is. Erről szól egy kormányrendelet, kötelező jótállás van, tehát különböző épület szerkezetekre, vagy az épületnek különböző részeire eltérő évű jótállást kell vállalni a kivitelezés végzőnek. Ez lehet 3, 5 vagy 10 év, attól függően, hogy miről beszélünk. Mondjuk tartószerkezeteknél, vízszigetelésnél ez 10 év, beépített eszközöknél legyen az mondjuk szekrény vagy gépészeti rendszereknek egy része ide tartozik, ott 3 év. A jótállás az ugye azt jelenti, hogyha bejelentünk egy hibát, akkor a vállalkozónak ki kell jönni, a rendeletben szabályozva van, 15 napon belül meg kell vizsgálnia a hibát, és itt úgynevezett megfordult bizonyítási teherről beszélünk, tehát itt a vállalkozónak kell azt bizonyítani, hogy amikor ő teljesített, tehát amikor átadta az átadás átvételi eljárással a lakást, akkor ez a hiba még nem volt meg, hanem utóbb keletkezett. És mit tud kezdeni akkor, ha utóbb keletkezett mondjuk egy vízszigetelés hiba? Tehát kinek akkor, mert hogy a vízszigetelést azt effektíve a ügyfél nem teheti tönkre. Tehát mondjuk egy pince, ha beázik, vagy hasonlók. Itt ugye bizonyítani kell, tehát az elég nehéz bizonyítani, hogy valójában utóbb keletkezett. Minden bizonyítási eljárásnak ugye 3 eredménye lehet, valójában itt ez az ügyfélnek a szerencséje, úgy mondom, hogy az építetőnek a szerencséje a jótállás miatt, hogy a bizonyításnak lehet az az eredménye, hogy sikerül ugye igazolni, vagy sikerül cáfolni, de van egy harmadik eredménye is, hogy igazából nem lehet bizonyítani se egyiket, se másikat is. És ez a megfordult bizonyítás, egy bizonyítási tehernek a megfordulása, ez azt jelenti, hogy kire telepítjük ezt a harmadik lehetőséget. Tehát ugye mondjuk a konkrétan a vízszigetelésnél ott valószínű elég nehéz az bizonyítani, hogy mikor keletkezett a hiba. Tehát nem tudjuk azt bizonyítani, hogy később keletkezett, de az se, hogy eredetileg is megvolt. Ilyenkor ugye patthelyzet van, és mivel jótállásról beszélünk, tehát a vállalkozónak kell bizonyítani, ezért úgy értékeljük, hogy már megvolt a kivitelezéskor, tehát a vállalkozónak kell kijavítani a hibát. A vállalkozó csak abban az egy esetben tud mentesülni, hogyha biztosan tudja azt bizonyítani, hogy a kivitelezés után keletkezett ez a hiba. Mert tehát mondjuk egy utólagos falfúrás eset, hogy belefúrnak ugye a vízszigetelésbe. De egyébként tömegével látunk olyanokat is, mondjuk utólagos hőszigetelésnél, hogy a lábazati vízszigetelés megfurkálják, és ugye elkezd felázni a fal.
Értem. Ki tud-e bújni a kivitelező valamilyen módon a szerződ? Tehát ő azt mondja, hogy úgy vállalja a munkát, hogy jótállási kötelezettséget nem vállal. Van-e ilyen lehetősége? Nem, a kivitelezési jótállásról szóló kormányrendelet ezt kifejezetten tiltja, tehát ezt a szót használja, hogy semmi is, bármilyen olyan rendelkezés, ami a fogyasztó hátrányára tér el, az nyilvánvalóan a fogyasztó hátrányára tér el, hogyha ugye nem vállal a kivitelező jótállási kötelezettséget, tehát nem tud kibújni akkor sem, kötelezettséget. Hogyha, tehát ha nincs benne a szerződésbe konkrétan a jótállási kötelezettség beleírva, akkor is gyakorlatilag ez egy olyan jogszabály, ami él, tehát vonatkozik így rá. Így van, akkor is így van, hogyha nincsen beleírva a szerződésbe. Itt egy érdekes dolog, én ezt még soha nem láttam családi házas mértékű kivitelezésnél, de a átadás-átvételi eljárásnál ilyenkor a vállalkozónak, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk bemegyünk a médiamárba, ki kellene állítani egy jótállási jegyet. Mondom, én még soha nem láttam ilyet, hogy ez megtörtént volna, de a jogalkotó nem teljesen szemellenző, és ezért kifejezetten szerepel az az eset, hogy mi van akkor, ha nem állítanak ki jótállási jegyet. Ugye ez az eseteknek szerintem a 100%-a, de mondjuk, hogy csak 99%. Ebben az esetben is pontosan ugyanazon jogok illetik meg a fogyasztók, mint ha kiállították volna. Én se láttam még 20 év alatt soha, még kivitelezőként se állítottam ki soha ilyet, tehát ez nekem is újdonság. Mi a különbség a jótállás és a garancia között? Ez ugyanaz. Tehát egyébként a garancia az egy jogi műszó, az valójában egy kezességhez hasonló jogintézményt jelent. Tehát ez ugyanaz, a szinonímaként szokták használni, a garancia egyébként jogászoknak nem azt jelenti, mint a köznyelvben. Amivel viszont érdemes összehasonlítani a jótállás, az a kellékszavatosság. Mind a kettő tulajdonképpen arra vonatkozik, hogyha hibás a teljesítés, tehát mondjuk valami minőségi hiba van, akkor kijavítást, kicserélést lehet kérni, vagy hogyha ezeket nem lehet elvégezni, vagy nem vállalja a vállalkozó, akkor akár el is lehet állni a szerződéstől, vagy megfelelő árlecsökkentést lehet kérni. Ugyanezek a jogok illetik meg. A különbség az a bizonyítási teher tekintetében van, mert kellékszavatosságnál mindig annak kell bizonyítani, aki hivatkozik erre a hibára, ez ugye ebben az esetben szinte mindig a megrendelő lesz. Jótállásnál viszont annak kell bizonyítani, aki a jótállás vállalta, ez pedig a vállalkozó lesz. Még van egy kisegítő lehetőség, hogy a fogyasztó szerződik vállalkozással, akkor az első fél évben viszont a vállalkozásnak kell bizonyítani, hogy nem teljesített hibásan. Tehát ott az első fél évben gyakorlatilag a kellékszavatosság is ugyanúgy működik, mint a jótállás. Ami egy nagyobb különbség a kellékszavatosság és a jótállás között, a bizonyítási terv, azt mondtam, hogy elég jelentős, hogy az igényérvényesítési határidő. Ugye beszéltük a kormányrendeletet, hogy 3-5-10 éves jótállás van, ettől többet amúgy vállalhat a cég. Tehát nincsen ettől elzárva, ettől kevesebbet nem vállalhat, vagy hát nem írhatja le, hogy kevesebbet vállal. A kellékszavatosságnál az a helyzet, hogy ez jogszabály azt mondja ki, hogy 1 év, illetve fogyasztóvállalkozás között 2 év. Ja, azt mondanánk, hogy akkor jobb a jótállás, mert az 3-5-10 év, tehát mindig meghaladja a kellékszavatossági időt. És hogy a fő különbség az abban van, hogy jótállásnál ez a határidő ez fix. Az átadással indul, hogyha kijavítanak valamilyen munkarészt, akkor annál a konkrét munkarésznél ez újraindul, de az összes többinél nem. Tehát, hogyha eltelt mondjuk 11 év az építkezéstől kezdve, és tartószerkezeti hiba jelentkezik, akkor ott már mindig a fogyasztónak kell bizonyítani. Várj egy pillanatot, tehát hogyha mondjuk 5. évben előjön, tegyük fel, hogy megint ez a vízszigetelési probléma, akkor az 5. évben, ha kijavítják, akkor az 5. évtől újraindul neki a 10 éves Így van. Aha. A kijavított hibánál újraindul. Tehát ugyanúgy, ahogy én elviszek mondjuk a médiamárba, jó példa szokott lenni, a hajszárítót, amire van 1 év jótállásom, ugye 11. hónapban elromlik, kapok egy zsírúj hajszárítót, mert hogy kicserélik nyilvánvalóan. Ugye az elég furcsa lenne, hogy kaptam most egy új hajszárítót, és arra már csak 1 hónap a jótállásom, mert cserével érintett. Tehát a cserével érintett dolgoknál újraindul. Mi van akkor, hogyha jótállási hiba esetén kihívod a vállalkozót, tegyük fel, hogy még ki is jön a 15 napon belül, viszont nem hajlandó a hibát kijavítani, tehát meddig kell várnod rá, hogy a hibát kijavítsa? Mondjuk egy vízszigetelésnél ez kardinális dolog lehet, hogy mennyi ideig ázik gyakorlatilag az épület. Igen, ez most egy nehéz kérdés, ugye minden vállalkozó le van terhelve, nincsen konkrét szabály, alapvetően azt szokták mondani, hogy 2 hónapon belül ki kell javítani. Ez már fogyasztóvédelmi törvényben van benne, többnyire itt is fogyasztóvállalkozási jogviszonyról beszélünk. Ha nem tudja kijavítani, vagy nem vállalja, akkor nyilván ezt mással is ki lehet javítatni.
ennek a pluszköltségeit pedig lehet érvényesíteni a vállalkozóval szemben. Nem könnyen, de lehet. Tehát Polgári elvilágos. per? Így van, polgári per, fizetési meghagyás, ha még meg lesz a cég, ugye, mire végig megy az eljárás. Igen, ez a másik dolog a magyar sajátos építőiparban. Erre a témára rátérve, hogyha az adott cég eltűnik, akkor milyen esetekben lehet az ügyvezetőt elővenni? Tehát KFT esetében gondolom nem. Évente egyszer-kétszer előfordul olyan eset, amikor sikerül elővenni ilyen bedöntött cégeknél akár ügyvezetőt, akár tulajdonost, akár valódi tulajdonost. Ugye elég sűrűn előfordul építőipari cégeknél, hogy felszámolásba fut az egyik, akkor jön a következő cég, aminek a feleség lesz a tulajdonosa és az ügyvezetője, ez mondjuk az eseteknek a felénél így van. Tehát nem kell meglepődni, ugye, hogy egy olyan nő, akinek nincsen semmilyen végzettsége ezzel kapcsolatosan, ő lesz ezeknek a nagy cégeknek az ügyvezetője, előfordul. Ilyenkor annyit lehet tenni, két eset van. Az egyik, hogyha bűncselekményt is megvalósít, ez amúgy a ritkábbik eset, tehát mondjuk átveszi a pénzt, és eltűnik vele, ez többnyire csalás tényállását valósítja meg. Ilyenkor mind az valódi ügyvezető, tehát mondjuk ez esetben a feleség, mind pedig a férje ellen lehet menni, aki ugye tényleges kivitelezést végezte volna. A másik eset az egy picivel bonyolultabb, hogyha felszámolásba fut a cég, akkor lehet pert indítani azzal kapcsolatosan, hogy akik a cég működésére valós hatást gyakoroltak, itt be lehet vonni egyébként a nem ügyvezető férjet is, azok tehetnek arról, hogy a cég az fizetésképtelen lett, és ezért személyes vagyonukkal is felelnek. Ezzel az a probléma, hogy meg kell várni, hogy végigmenjen a felszámolási eljárás. Magát a pert azt meg lehet korábban indítani, de kell utána egy második pert is indítani, amikor már ténylegesen a pénzt kellene velük kifizettetni. Hát egy átlagos felszámolási eljárás az 3-4 év. 3-4 év után ugye indítjuk az eljárást az árnyék tulajdonossal szembe, vagy az ügyvezetővel szemben, teljesen mindegy, az mondjuk lemegy jó esetben egy év alatt. Ott vagyunk, hogy eltelt 3-4-5 év. Onnantól kezdve, hogy bekövetkezett, hát addigra már minden vagyontárgy másnak a nevén lesz. Ráadásul ugye belefetszöltünk egy csomó pénzt, ez a nem mindegy. Pénzt és időt. Tehát ilyen esetben mondhatni azt, hogy egy katás vállalkozóval, vagy egy BT-vel jobb szerződni, ilyen szempontból meg könnyebb behajtani a Ha pénzt. Van a nevükön vagyontárgy, akkor nyilvánvalóan jobb velük, mert mind az egyéni vállalkozó, mind pedig a BT-nek a beltagja, ő korlátlanul felel. Ezért az egyéni vállalkozásnak, illetve a BT-nek a tartozásaiért, BT-nél akkor, hogyha a BT-nek a vagyona nem elég rá, ugye az nem szükségszerű, hogy egy BT csóró legyen, mert mondjuk a Lidl és az Aldi is betéti társaság formában működik, azért az elég valószínűtlen, hogy ő ne tudna felelni, de a magyar valóság az tényleg az, hogy a legtöbb betéti társaság csóró, tehát nagyjából a beltag ellen tudunk menni. Most nyilvánvaló, hogyha én BT-t alapítanék, vagy bejönne egy ügyfél hozzám, aki BT-t akar alapítani, megtennénk a megfelelő óvintézkedéseket, hogyha ne adj Isten bedőlne ez a BT, akkor lehetőleg ne olyan sok vagyontárgya legyen, amivel ő felelni fog. Tehát magyarul cégjogi alapítási szempontból ezek már ki vannak védve, hogy bedőlés esetén gyakorlatilag a cégnek ne annyira fájjon, illetve az ügyvezetőnek ne annyira fájjon a dolog. Igen, ugye egyetlen probléma szokott itt lenni ügyvezető szempontból, ugye az eltiltás, hogyha maradnak ki nem fizetett tartozások, de ugye itt is el kell telni a felszámolásnak, tehát ennek a 3-4-5 évnek, de mindenkinek van felesége, testvére, anyósa, tehát igazából házon belül meg fogják tudni oldani, hogy más legyen az ügyvezető. Várható-e szerinted, ez most csak így privát véleményként kérdezem, hogy ez a 3-4-5 éves felszámolási eljárás valamilyen módon csökkenjen? Készül állítólag. Úgy gondolom, hogy állítólag, mert semmilyen szövegtervezet egyelőre nem publikus, az új csőd és felszámolási törvény. Én magunk között szóva kétlem, hogy az érdemi áttörést hozna ebbe a tekintetben, tehát most is az van benne, hogy 2 év alatt be kellene fejezni ezeket a felszámolási eljárásokat, nem szokott összejönni. Sőt, 60 nap alatt el kellene bírálni a felszámolási kérelmet, de itt Budapesten van, hogy egy évbe is beletelik. Amíg ténylegesen dönt erről a bíróság, hogy fizetésképtelen-e a cég. Tehát egyszerűen annyira leterheltek a bíróságok, és nem tudom, mondhatom ezt, mindegy, majd kivágjuk legfeljebb, hogy azt szoktuk mondani, amikor tanítjuk akár a csődfelszámolási törvényt is, hogy meglehetősen adósbarát. Tehát lehetőleg az adóst védi, maga a törvény is egy kicsit kedvez neki, de a bírói gyakorlat meg végképp.
Itt a bírói gyakorlat, az főleg a legfelsőbb bíróság, most már Kúria a neve, joggyakorlatán alapul, és az a tapasztalat, hogyha az adós meg lehet menteni a felszámolástól, akkor a Kúria az megtesz mindent. Itt odáig elment a Kúria, például a tartozást azt írásban kellene vitatni az adósnak, hogy ne számolják föl az úgynevezett A-pontos felszámolásnál. És két párhuzamos eset volt, így nagyjából egy fél év különbséggel. Kettő között az volt a különbség, sima e-mailben mentek a felszólítások és a vitatások. Az első esetben a felszólítás ment e-mailben, az első esetben a vitatás ment e-mailben, tehát az adós vitatta azt, hogy ő tartozna e-mailben. Még egyszer mondom, sima egyszerű elektronikus aláírás nélküli e-mailben. Erre a végén a kúria kimondta, hogy hát egyértelmű, hogy az e-mail az itt írásbelinek minősül, egyébként a mostani joggyakorlat szerint a sima e-mail az nem minősül írásbelinek, de ott azt mondta a kúria, hogy ez írásbelinek minősül, mert dokumentáltan megkapta a hitelező, ezért tudta, hogy vitatja az adós ezt a tartozást. Ennek szakmán belül sokan örültünk, mert az e-mailnek van egy ilyen nagyon furcsa vitatott helyzete így a joggyakorlatban. Ugye mindenki e-mailezik, mindenki e-mailt küld, és elég furcsa ezt megmagyarázni az ügyfélnek, hogy annak ellenére, hogy ez le van írva, dokumentált az, hogy ki küldte, mikor küldte, ezt a jelenlegi joggyakorlat nem tekinti írásbelinek. És akkor kérdezik, hogy akkor mi? Hát nem tudjuk, de minden esetre nem írásbeli. Na ezért volt jó ez a döntés, mert kimondta, hogy a vitatás, mivel e-mailben ment, és ez írásbelinek minősül, joghatályos, ezért nem számolták fel a céget. Igen ám, csak fél évvel később jött egy olyan eset, amikor viszont a felszólítás ment sima e-mailben, ugyanúgy a felszólításnál is az írásbeliség a követelmény. Ott viszont azt mondta ki a kúria, ugyanaz a tanács ráadásul, tehát ugyanaz a három bíró, hogy mivel a felszólítás e-mailben ment, ez nem minősül írásbelinek. Tehát ugye attól függően, hogy meg lehet-e vele menteni az adóst, írásbeli vagy nem. Innentől kezdve, hát azt szoktam mondani, hogy mint ami a chipseken van, hogy ugye nyomokban földi magyarót tartalmazhat, a kúriának a joggyakorlatát is a rossz nyelvek úgy illetik, hogy nyomokban csődtörvényt tartalmazhat, mert ezt az úgy nem nagyon lehet kiolvasni ezt a döntést a csődtörvényből. Mit tud tenni ebben az esetben gyakorlatilag a kárt szenvedő fél? Tehát ajánlott levelet, értivevénnyel, szokásos postán sorban állás? Igen, ilyen retro módszerek vannak a jogban, tehát érdemes ilyen postára menni. Tehát tértivevény az kell, vagy elég, ha feladja? Alapvetően mi szoktuk javasolni a tértivevényt, mert amikor a kézbesítés vitatják, legtöbbször az szokott lenni a hiba, hogy nem tudni, hogy pontosan kivette át. Ugye most már az ajánlott küldeménynél is alá kell írni a papír, csak ott nem írják alá, hogy pontosan kivette át. A térti vevénél, a feladó vevénre viszont rákerül nyomtatott betűkkel is, illetve aláírással, sőt azt is meg kellene jelölni, hogy milyen jogcímen vették át. Tehát érdemes térti vevénnyel küldeni, hogy a gyakorlati igényérvényesítés annak mekkora esélye van, hát azt szerintem az előzőekben megvitattuk, főleg úgy, hogy vannak olyan cégek Magyarországon, amúgy jogszerűtlen nyilván, amit csinálnak, akiknél ingyen lehet KFT-ket alapítani, hogyha vállaljuk, hogy oda visszük egy évre a könyvelést, meg székhelyszolgáltatást is nyújtanak. És ők átvesznek mindent? Ők mindent átvesznek, beszkennelik, igazából csak az a lényege, hogy baromi egyszerű céget alapítani, most már 3 millió forint őstőkét se kell befizetni, mert arra nem ír elő a törvény határidő, tehát azt mondanánk, hogy ha valaki alapít egy KFT-t, legalább abban biztosak lehetünk, hogy volt 3 millió forintja, nem lehetünk biztosak, mert nincsen arra határidő, hogy meddig kell ezt befizetni. A sétálgatnak a Podvanicki utcán, ott vannak ilyen úgynevezett cégtemetők, vagy székhelyszolgáltató cégek, két-három ilyen baromi nagy táblán vannak kirakva a cégérek, akár 20-30-40-50 cég is be lehet jegyezve egyetlen egy lakásba. Most nyilvánvaló, ezek a cégek nem ott vannak. Kérdés, hogy vannak-e egyáltalán valahol, vagy csak ugye ilyen néven fölveszik a munkákat, aláírják a szerződéseket, valójában pedig ugye nem ők végzik a kivitelezést. Ez abból lehet probléma, mert ugye, hogyha egyből valakivel szerződök, akkor az igényeket is csak vele szemben tudom érvényesíteni, a vállalkozókkal szemben nem. Másik oldalról ő nyilván nem tud arra hivatkozni, hogy de ő ezt nem csinálta, mert a vállalkozóval végeztette, ez nem rám tartozik. Tehát mi mindig azzal a céggel szemben tudunk igényt érvényesíteni, akivel aláírt szerződésünk van. Mit tehet egy magánember, akinek mondjuk nincs cég, tehát optenes hozzáférése, vagy bármi egyéb, tehát hogy nézzen utána egy cégnek szerződéskötés előtt, vagy hát egyáltalán ajánlatadáskor,
hogy mennyire releváns a cég. Vannak erre módszerek, és a legtöbb az ingyenes egyébként. Ugye tudni kell a cégnek a nevét, meg a cégnek az adószámát. Mondjuk ezt a kettőt ennyiből már bőven el lehet indulni. Egyrészt meg lehet nézni az e-cégjegyzék.hu oldalt, ott legalább annyi kiderül a cégről, van-e vele szemben végrehajtás, mert ez megjelenik ezen a cég kivonaton, van-e adótartozása, mert a NAV hátralékkezelési osztálya oda is ráterheli. Bocs, hogy félbeszakítalak, ebben a egyéni vállalkozók is benne vannak? Nem, az egyéni vállalkozók az ilyen mocsár jellegű dolog, tehát egyéni vállalkozókat nem nagyon lehet megtalálni. Maga a keresője is olyan az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, hogy gyakorlatilag minden adatot tudnom kell ahhoz, hogy megtaláljam ezt az adott egyéni vállalkozót. Ja, tehát annyi a neve viszont sok, egyéb... Így van, viszont sokkal többet nem mutat. Tehát azokat az adatokat tudom megnézni, amit már beírtam már a kereséshez tudsz. Aha, nagyjából. Tehát az egyéni vállalkozóknál csak gyakorlatilag abba kimerül, hogy meg tudom nézni, hogy valóban létezik ez az egyéni vállalkozás. Mármint, hogy aktíve. Hogy aktíve, így van. Mondjuk azt meg tudnám nézni a NAV áfa alanylekérdezőbe is. Kivéve, hogyha katás alanyi adómentes, mert akkor az a áfa alanynyilvántartásban nem lesz benne, tehát mondjuk ennyi a plusz hozzáadott értéke, gyakorlatilag semmi. Egyéni vállalkozó esetén való meg lehet azt nézni, hogy, mert hogy egyéni vállalkozónál úgy van, hogy csak azokat a munkákat vállalhatja, tehát azokat a tevékenységi köröket, amikre van végzettsége, illetve bejelentett szakembere. Ez minden cégnél így van. Papíron? Tehát ez minden cégre igaz, nem csak az egyéni vállalkozókra. Hogyha olyan tevékenységet végez, ami nincsen feltüntetve ezen a tanúsító lapján, akár egyéni vállalkozó, akár a cégeknél a cég közben, vagy bocsánat, a cégjegyzékbe, akkor őt a NAV mulasztási bírsággal sújthatja, mert hogy nem jelentette be azt a tevékenységi kört, amit ténylegesen végez. Mi vagy építőiparról beszélünk, amúgy van olyan nyilvántartás, ahol ezt meg tudjuk nézni. Ugyanis minden építőipari kivitelezőnek regisztrálni kell a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, mint építőipari kivitelezési tevékenységet végző vállalkozás. Tehát, hogyha tudjuk a cégnek az adatait, az alapján a mkik.hu oldalon meg tudjuk nézni, hogy ő nyilvántartásba vetette magát, mint építőipari kivitelezés végző vállalkozás, és ott milyen tevékenységi köröket tüntetett fel. Itt lehet eltérés egyébként a bejelentett, mármint ami a NAV-hoz be van jelentve tevékenységi körök között, mivel ezt manuálisan töltik ki. Ugye furcsa, mert akár automatikus is lehetne az egész adatcsere, de ez nem jellemző azért a magyar bürokráciára. Jó, bocsánat, annyiban félbeszakítanák csak, hogy tehát ez az MKIK szám, amit ad a regisztráció, ezt az e-naplóban is kötelességük feltüntetni. Tehát ha ez nincs, akkor gyakorlatilag e-naplót sem fog tudni vezetni az adott vállalkozó. Illetve hát vezetheti, csak az a sor hiányzik, és emiatt az is... Az a sor hiányzik, így van, ez egy nagyon gyakori hiba egyébként az építőipari kivitelezés végzőknél, hogy női számuk van, meg a kapcsolódó regisztrációk megvannak, de ez az MKIK regisztrációjuk nincsen meg. Ezt engedi egyébként még az e-napló, ami nekem furcsa, pedig a kivitelezési kódex, egy kormányrendelet az is kötelezővé teszi, hogy ezt bele kellene írni a kivitelezési szerződésbe. Elég sűrűn kimarad, valós szankciója nincsen. Tehát nem jellemző, hogy emiatt szankcionálna akárki is. De itt magában az MKIK regisztrációnál egyébként meg lehet nézni, hogy milyen tevékenységi köröket végezhet ez a vállalkozás. Zárójelesen jegyzem meg, hogy nincsen annak jelentősége, hogy ez az adott vállalkozás végezheti ez a tevékenységet, vagy nem. Elég mondjuk Broker Marcsira és társaira gondolni, ők se voltak feljogosítva pénzügyi közvetítésre, de ez az általuk végzett tevékenységeket annyiban nem érinti, hogy az ügyfél azt továbbra is követelheti, hogy ők teljesítsék ezt a szerződést. Őket ezért meg fogják bírságolni, mert megsértettek egy közigazgatási szabályt, hogy nem jelentettek be egy tevékenységet, amit ténylegesen végeznek, de ez az ügyfél és a vállalkozó viszonylatára egyébként nem hat ki. Tehát, hogyha a vállalkozóval végezteti mondjuk a villanyszerelést, de neki nincs benne a tevékenységi körébe villanyszerelés, akkor ez itt szabályos, vagy pedig fel kell vennie a tevékenységi körbe a villanyszerelést, és úgy alkalmazhat a vállalkozót? Fel kellene vennie, mert magát a tevékenységet azért ő szolgáltatja. Gyakorlatilag túl sok jelentősége azért nincsen, mert ez körülbelül egy 10 perces procedúra felvenni új tevékenységi köröket,
Ezt a könyvelő jelenti be a T201T jelű nyomtatványon, ez egy ANK-s nyomtatvány, amit ügyfélkapunk keresztül küldenek be, és ez másnap frissül a cégjegyzékbe, viszont azonnal végezhetik a tevékenységet, ahogy ezt bejelentik, tehát ez inkább elvi probléma. Értem. Térjünk rá egy kicsit a szerződés dologra. Miben tud egy nagyon sokszor elhangzik kérdésként, hogy szerződéskötés esetén kell-e ügyvéd kivitelezésnél? Tehát most nézzük az ügyfél oldalát, hogy miben tud segíteni egy ügyvéd. Egy ügyvédi szerződés ahhoz képest, hogy ők aláírják a konyhaasztalon és hármójuk között, vagy kettőjük között, és kész. Nehéz a kérdés, miben tud, attól is függ, hogy milyen ügyvéd, mert azért azt látni kell, hogy teljesen mindegy, hogy egy ügyvéd mivel foglalkozik, főleg ahogy távolodunk a fővárostól. A vidéki ügyvédeket elég sűrű nevezik ilyen vegyes pereskedéseknek, hogy ők alapítanak offshore cégeket is, meg eljárnak büntetőibe, meg családjogba, stb. Tehát nyilvánvalóan el fogja vállalni az adott ügynek az ellátását, akkor is, hogyha túl nagy tapasztalattal nem rendelkezik. Most ugye pont a finomságok miatt lenne érdemes ügyvédhez menni, de hogyha nem foglalkozik ezzel napi szinten, akkor tulajdonképpen csak ilyen általános szerződési ismeretekkel vagyok kisegítve. De a nagyobbik probléma, és ez most ilyen sajátosság, ugye emlékszünk arra, hogy még körülbelül 10 éve azért becsöngettek az emberhez, hogy nem szeretne kerítést vagy kiskaput csináltatni, vagy felújítani, tök mindegy. A kőművesek most jelenleg az a helyzet, hogy egyértelműen a kivitelezők diktálnak. És az a tapasztalat, hogy igazán jó szerződéseket egyáltalán nem lehet lenyomni a torkukon, már olyan értelemben, ami védi a megrendelőt. Tehát kötbéres szerződés családi házas kivitelezéseknél mostanában én azt látom, egyáltalán nem írnak igen, alá. 2 éve én is azt látom, hogy ha valaki megpróbálja kikötni a kötbéreket, akkor azonnal föláll az asztaltól és elmegy, mert van más. És ugye a kötbérnél itt van egy nagyon nagy eltérés a, úgy mondom, a nagy kivitelezések és a családi házas kivitelezések között. A nagy kivitelezéseknél, tehát amikor nagy cégek dolgoztatnak nagy cégekkel, ez alatt ezt értem mondjuk nagyobb társasház építéseknél, ott teljesen elfogadott a kötbér mértéknél az, hogy a nettó vállalkozói díj, mondjuk ez családi háznál, akkor legyen 40 millió forint, ez már nyilván egy jobb családi ház, de mondjuk 40 millió forintnak a 0,5%-a minden egyes napi késedelemért. Várjál, de itt beleszámolják az anyagdíjat is? Így van. Értem. Tehát az anyagdíjjal együtt, tehát 40 millió forintnak a 0,5%-a per napi késedelem. Ehhez képest a családi házas szegmensben nevetséges mértékűek a késedelmi kötbérek, tehát ott ilyen 5-10 ezer forint napi tétel, tehát csúszik 30 napot egy hónap, az 300 ezer forint. Igen, amit lazán bevállal, mert gyakorlatilag nem beszik és 30 semmi. Napot csúszni fog, tehát pont tegnap hallottam talán a rádió híreiben, hogy a 46%-a csúszik a kivitelezéseknek. Biztos, hogy ettől sokkal több csúszik. Tehát ez valami hivatalos adat, és jól is néz ki, de megkockáztatom, hogy 80% körül van inkább ez a szám. Tehát, és ugye a kötbéreknél is, a nagy kivitelezéseknél többféle kötbért is elő szoktak írni. Alapvetően 3 az, amivel szoktunk operálni. Az egyik ez a késedelmi, tehát minden egyes napi késedelemért egy fix összeg. De van, amit elő szoktak írni hibás teljesítésre, tehát hogyha valamit rosszul csinál meg, rosszul ad át, akkor is fizetnie kell egy meghatározott összeget. Itt ráadásul a PTK az azt mondja, hogy hibás teljesítés esetén nem lehet egyszerre kérni hibás teljesítési kötbért, tehát ugye azt mondaná a józan ész, hogy akkor én válasszak. Hibásan teljesített, mondjuk nem olyan lépcsőt épített be, amit én szerettem, van ez egy hibás teljesítés, kérem azt, hogy ő javítsa ki ezt a lépcsőt, mondjuk csinálja meg újra, vagy azt mondom, hogy akkor fizessen egy meghatározott összeget, és hogyha annyit kifizet nekem, akkor igazából annyira nem zavar, hogy nem tökéletes a lépcső. Na ezt a PTK-t vagylagosan használja, tehát vagy egyiket kérem, vagy másikat. Ehhez képest a kivitelezői szerződéseknél azt szokták írni, hogy kifizeti a lóvét, mert rosszul teljesített, és még ki is javítja. Tehát ott ennyire szivatják a vállalkozót. A harmadik típusú kötbér az igazából családi házaknál a mostani környezetben lenne létjogosultsága, ez a meghiúsulási kötbér, hogyha a vállalkozó egyáltalán nem végzi el a munkát, ez piaci környezetben ez ilyen 20-30%-a szokott lenni a nettó vállalási díjnak, ugye mert nyilván ilyenkor a megrendelőnek kell keresni egy új kivitelezőt, aki már drágábban fogja vállalni, és a többi.
Ha ez bekerülne a szerződésekbe, akkor nyilván a vállalkozók se ugrálnának ennyire bátran építkezésről építkezésre, mert bele lennének kényszerítve abba, hogy végezzék el az adott kivitelezést. Igen, mondjuk nekem van egy olyan ismerősöm, egy kivitelező ismerősöm, aki így a 2 évvel ezelőtti őrületet látva kiszámolta, hogy az adott kivitelezés neki még 9 millióba fájna, tehát annyit bukna az egészen, és 5 millió volt ez a meghűsülési kötbér, úgyhogy inkább kicsengette az 5 milliót és lelépett. Tehát ez is Én azt egyfajta... mondom, hogy ez már egy előremutató példa, mert itt legalább számolt. Igen, meg kifizette egyébként, tehát rendesen, hát nem azt mondom, hogy vidáman váltak el egymástól, de kifizette a kötbért, vagy hát ezt a meghúzási kötbért. Mi van akkor, hogyha te teljesen jogszerű egy szerződés, kötbér meg minden nélkül, ha nem hajlandó aláírni a vállalkozó? Persze, természetesen. Egyébként, hogyha elég sűrűn keresnek, akár így fórumokon, akár az oldalamra írogatva, hogy kérnek szerződés mintát, nagyon hamar rájönnek arra az ügyvédek, hogy nem jó szerződés mintát küldeni. Ugye pont, persze mintából dolgozik az ügyvéd is, csak ő tudja, hogy mi az a 10-15 dolog, amit viszont aktualizálni kell az adott jogviszonyra. Most akinek átküldi a mintát, ő ezt nem fogja tudni. De van ebbe egy pozitív példa. Pont a Kereskedelmi és Iparkamarának a honlapján van fent építőipari kivitelezési mintaszerződés, ami jó. Probléma, hogy ez 10 plusz oldal. És olyan információkat kér, mert ténylegesen belemegy rezsióradíjakba, pótmunka, többletmunka elszámolásba, stb., ami nagyon megbonyolítja a szerződéskötési folyamatot, tehát sok esetben ki se tudja tölteni a szerződés mintát a megrendelő, egyébként tényleg minden benne van, amire egy megrendelőnek szüksége lenne, csak hát másik oldalról kivitelező legyen a talpán, aki ezt aláírja. Mi van akkor, most tapasztaljuk azért az elmúlt években az építőanyag árakat eszetlenül viszik fel a forgalmazók, illetve a gyártók, viszont a vállalkozók azok azt mondják, hogy mondjuk ő 5%-ig vállalja az anyagárnak a többletét. Hogy tudják ezt beleírni egyáltalán a szerződésbe? Ez simán bele lehet írni a szerződésben, tehát hogyha a felek ebbe egyet értenek, a megrendelő meg a kivitelező, és ez benne is van a szerződésben, akkor ennek nincsen semmi akadálya. Az a gyakoribb eset, hogy a vállalkozó úgy szeretne anyagdíjat emelni, vagy nem egy esetben munkadíjat is, hogy ennek a lehetőségét a szerződés amúgy nem tartalmazza. Na, ilyenkor erre nem lehet hivatkozni. Az más kérdés, hogy tekintve, hogy erőfölényben van, és azt mondja, hogy levonul az építkezésről, ezt át fogja vinni. Az illúzióig ne legyenek. De a jog ezt nem engedné meg. Van arra módszer, van arra jogi megoldás, hogy ilyenkor módosítsák a szerződést, és hogyha ebben nem mennek bele, tehát az egyik fél összeférhetetlen ebből a szempontból, akkor itt lehetne kérni bíróságon is a szerződés módosítást, tehát a bíróság az emelje meg a vállalkozói díjat, legalább az anyag részét. És több olyan publikációt láttam, ahol azt írták, hogy igen, itt ezt kellene kérni a vállalkozóknak, nem ez egy teljesen hibás álláspont. Ugyanis ahhoz, hogy a bíróság belenyúlhasson a szerződésbe, tehát ki lehessen azt perelni, hogy a bíróság módosítsa úgy, hogy az egyik fél ezt nem szeretné, annak van egy olyan feltétele, hogy ezt csak tartós jogviszonyokban lehet megcsinálni. Tehát én mondjuk szerződök valakivel, hogy ő 10 éven keresztül szállít nekem búzát, persze a 8. évben már mások lesznek a piaci körülmények, ott ezt lehet. De az építőipari kivitelezési szerződés az egy legfeljebb 2 évre szól, az nem egy tartós jogviszony, főleg, hogy csak egyetlen egy mű létrehozására irányul. Innentől kezdve ott már az alapja dől meg ennek a jogintézménynek. Tehát röviden válaszolva, az építőipari anyagárak emelkedése, az onnantól kezdve, hogy aláírták a szerződést, az a vállalkozó kockázata. Tehát ha nem írja bele azt gyakorlatilag, hogy újra lehet ezt tárgyalni menet közben a anyagárak figyelembevételével, akkor a vállalkozó bukta, ha ő hozza az anyagot. Így van, vagy levonul az építkezésről, ami ugye elég sűrű meg is történik. Nézzük meg a másik oldalt egy kicsit. Mi van tehát a kivitelezői oldalról? Tehát, hogyha a kivitelező azt látja, hogy nem bízik meg az építetőben valamilyen ok folytán, neki egy szerződés mit tud segíteni? Tehát, hogyha elmegy ügyvédhez. Nincs rossz helyzetben egyébként a kivitelező. Igazából itt mindig alkupozícióról beszélünk, tehát ugye nyilván más egy olyan alkupozíció, hogy a vállalkozó már elkészítette az adott munkafolyamatot, és úgy kéri a pénzt, vagy azt mondja, hogy akkor fogja elkezdeni az építkezést, vagy az adott munkafolyamatot, hogyha kifizetik neki. Nyilván az egy segítség tud lenni, hogyha már eleve előlegeket fizet a
megrendelő. Itt ugye többnyire azért hitelből épülnek az ingatlanok, ahol szakaszos finanszírozás van, itt azért a banknak nagyon nagy beleszólása van, ha áttételesen is, ugye, hogy folyósít. Létezne arra megoldás, hogy a vállalkozó biztosan megkapja a pénzt, viszont biztosan csak akkor kapja meg, hogyha teljesíti is a szerződésben vállaltakat. Ez úgy nevezik, hogy bocsánat, fedezetkezelő. Fedezetkezelő azt csinálja, ezt nagy építkezéseknél használják is, hogy megrendelőnek be kell utalni a pénzt, akkor a fedezetkezelő kiállít egy igazolást, hogy rendelkezésre áll a munkának a fedezete, és nem akkor fog folyósítani a fedezetkezelő a vállalkozónak, amikor ezt a megrendelő kéri, hanem akkor, mikor a műszaki ellenőr leigazolja a teljesítést. Tehát a megrendelő innentől kezdve nem tudja akadályozni a kifizetéseket, hogyha szerződésszerűen megtörténik a teljesítés. Ez lenne jó mind a két félnek, tehát a megrendelőnek is, meg a vállalkozónak is. Kis kivitelezéseknél, tehát családi házas mértékben ennek viszont elképesztő magasak a költségei. Másik oldalról nem áll rendelkezésre a megrendelőnél ennyi pénz az esetek nagyobb részében, és harmad részt meg jobb feltételeket tud kiharcolni magának egy vállalkozó, tehát ezért nem fog belemenni. Mit jelent az ügyvédi letét? Mert nagyon sokszor hallom ezt is, hogy ügyvédi letétbe rakják a pénzt, és akkor onnan történik a kifizetés. Tehát mi a különbség a fedezet igazolásoshoz képest? Az ügyvéd az akkor adja ki az ügyvédi letétet, amikor az ügyvédi letéti szerződés ezt megengedi neki. És nyilván ő nem kivitelező, ráadásul pusztán, hát hogy mondjam, a letétkezelés az ilyen mús az ügyvédeknél, gyakorlatilag az egyetlen olyan dolog, amire harap a kamara. Tehát ha kimennek ügyvédet ellenőrizni, mindig a letétkezeléssel kezdik, és többnyire be is fejezik, mert vagy találnak valamit, vagy nem, de a többi ügye ellenőrzése az el szokott maradni. Tehát ezt komolyan veszik az ügyvédek, ráadásul van az ügyvédi törvénynek egy olyan rendelkezése, hogy az ügyvéd az önmagában letétkezelés nem végezhet. Tehát csak valamilyen ügyel összefüggésben. Most azt, hogy ő megszerkesztett adott esetben egy vállalkozói szerződést, és pluszba vállalja, hogy a vállalkozói díj az hozzákerüljön letétbe, ez már ilyen véleményes szituáció, mert valószínűleg semmi köze a vállalkozói szerződés szerkesztésének az ügyvédi letéthez. Tehát ez már ilyen határeset, szürke zóna, hogy egyáltalán vállalhatná-e. És az ügyvéd az ugye a letétet kizárólag akkor adhatja ki, hogyha valamilyen feltétel, amit leírtak a szerződésben, megvalósul. Nem mondhatja azt, mint amit egy fedezetkezelő mondhat, hogy mondjuk benne van a szerződésben, hogy a A jelű műszaki ellenőrnek kell leigazolni a teljesítést, de ő nem ér rá, és a helyettese írta alá, aki egyébként jogosult őt képviselni. Fedezetkezelő ilyenkor kifizetheti a vállalkozót, az ügyvéd az nem, mert az van beleírva, hogy az A jelűnek kell leigazolni, tehát az ügyvédre sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak. És az ügyvédet emiatt nem is nagyon lehet beperelni, mert őszének csak a szerződés szerint jár el. És ugye az ügyvédet ráadásul ugye meg kell bízni ezzel, és itt elég komoly titoktartási és egyéb ügyvédi összeférhetetlenségi szabályok vannak. Mindenféleképpen kerülném, viszont amire felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy az ügyvédi letét az teljesen más, mint a közjegyzői vagy a bírói letét. Mondjuk, hogyha a vállalkozóval vita van az elszámolás tekintetében, és ugye eltelik a fizetési határidő, de azért nem tudunk fizetni, mert nem értünk azzal egyet a vállalkozóval, hogy mennyit is kellene, az nem megoldás, hogy ilyenkor ügyvédi letétbe tesszük, hogy azt mondjuk, hogy jó, igaz, hogy vitatkozunk, de én teljesítettem, mert ott van ügyvédi letétbe. Ez nem minősül ugyanis teljesítésnek, csak hogyha ez benne van külön a szerződésbe. Ha viszont a közjegyzőhöz teszem le ugyanígy, csak közjegyzői letétbe, akkor az teljesítésnek minősül. Ennek van egy olyan következménye, hogy ilyenkor nem lehet kamatot számolni. Mert az úgy olyan, mintha én kifizettem volna a vállalkozónak abban a pillanatban, amikor a közjegyzőhöz letettem. De a közjegyzői díjak meg elég magasak, tehát ilyen szempontból családi ház szinten egyáltalán érdemes ilyesmivel operálni? Valószínűleg nem érdemes ilyennel operálni, de amikor majd ott leszünk, hogy elnaplós problémák, akkor gyakorlatban ez ki fog derülni szerintem a hallgatóknak is, hogy igazából nem lehet vállalkozót nem kifizetni jelenleg, különben nem lesz használatbevétel. Mit tudsz javasolni egyáltalán akkor, hogy szerződéskötésnél, tehát hogy történjen az egész szerződéskötés, itt kitérve arra, hogy előleg, stb., mert eszetlen, tehát a ügyfelek is eszetlen dolgokat produkálnak, tehát 40-50%-ot kifizetnek szerződéskötéskor előlegre, a semmire, és utána meg pislognak, hogy a vállalkozó nem jön, nem dolgozik, lelépett, stb.
Igen, itt a megoldást az leginkább a szakaszos finanszírozásban szoktuk látni, hogy a ténylegesen elvégzett munka viszont sűrű elszámolással, tehát ez akár lehet egy havi elszámolás is, hogy a vállalkozónak ne álljon benne túl sok pénze. Itt is megvan mondjuk az a veszély, tudom, én mindig károgok valamin, hogy amikor ugye Ezt rám is mindig mondják. elhalad az építkezés, ugye a generál kivitelezőknek az esetek gyakorlatilag 80%-ában, de lehet, hogy ez magasabb, ugye kőműves brigádja van. Még esetleg ácsok is vannak, de az biztos, hogy gépész vagy villanyszerelő nincsen a brigádban, kivéve, hogyha ugye sok családi házat építenek, mert azt nyilván nem tudnák igazdálkodni, hogy egy havonta kéthetes munkáért fenntartson egy teljes brigádot. Ugye, hogy a kőműves munkák elhaladnak, onnantól kezdve bejönnek az alvállalkozói teljesítések a generál kivitelezőhöz, amin neki még van pénze, de messze nem annyi, mint mondjuk egy földmunkán vagy egy falazáson. Innentől kezdve nem lesz ő annyira érdekelt a szerződésszerű teljesítésbe, nem akkora érvágás neki, hogyha felmondják a szerződést. Tehát itt a szakaszos elszámolás is vissza tud ütni, de mégis azt mondom, hogy ez a legjobb megoldás. Tehát én most, mivel hogy az év végén lejár ez a 500%-os, illetve 5 milliós áfa történet, ezért ezt nem is venném elő a dologba. Egy dolgot ezzel kapcsolatban azért kiemelnék, ha megengeded, hogy ugye év végén valóban lejár ez az 5%-os áfa, és nagyon sok építkezés át fog csúszni a következő évbe. Nagyon fontos lenne a megrendelőknél, hogy ugye minél kevesebb áfát fizessenek. Sajnos szerencsére van a NAV-nak egy állásfoglalása ezekkel az 5%-os kivitelezésekkel kapcsolatosan. A NAV állásfoglalás szerint az már termékértékesítésnek minősül, és így alkalmazható rá az 5%-os áfa, hogyha legalább szerkezetkészre építi a vállalkozó a házat. Tehát amikor decemberben ott vannak, még azt sem mondanám, hogy 31-én, mert akkor talán már egy kicsit késő, a decemberben ott vannak, és látszik, hogy nem fogja tudni a vállalkozó átadni a magát az épületet, akkor érdemes egy szerződésmódosítást csinálni úgy, hogy arra módosítsák a szerződést, hogy az aktuális készültségi állapotot kellett elérni a vállalkozónak. És akkor, így évvége előtt még kiállítani egy utolsó számlát, mert akkor az eddig elkészült dolgokra, az eddig elkészült kivitelezésre viszont alkalmazható az 5%-os áfa. De ennek feltétele, hogy szerkezetkész állapotig eljusson. Hogy legalább szerkezetkésznek kell lenni, szerkezetkész állapot fölött bármi lehet. Jó, a másik oldalról viszont én tudok, tehát az 5 millió áfa visszaigénylés meg úgy működik, hogy idén le kell szerződni a bankkal, illetve tehát fel kell tölteni a naplóba a tényleges dokumentációt, illetve a bankhoz be kell nyújtani az igényt. Azt mondta a banki ügyintéző ismerősöm, hogy jobb, ha le is vannak szerződve, mert hogyha bármi papírelakadás van, akkor átcsúsznak a következő évre, az már nem jó. Tehát az a lényeg, hogy idén, december 31-ig le kell szerződni a banka, és akkor gyakorlatilag az 5 millió áfa visszaigénylés a 2020-as számlákra is él még. De utána úgy látszik, hogy fene tudja, hogy mit fognak megint kihozni jogszabályként, de úgy néz ki, hogy ez megszűnik ez a lehetőség. Tehát visszatérve a áfa előtti részre, azt mondod, hogy a generál kivitelező gyakorlatilag, és ebben egyetértünk, a nagy haszna a szerkezetkész állapotig történő eljutásban van, az utána levő munkáknál már nincs annyira. Tehát lehet érdemes lenne, ha már ez az áfa mizéria megszűnik, akkor szerződni egyszer szerkezetkész állapotig, és utána gyakorlatilag az kifizetve még minden, utána lehet szerződni a többi munkafázisra, akár persze, ugyanazzal a vállalkozóval. Természetesen, ugye itt annyi kockázata nyilván van a megrendelőnek, hogyha nem egyszerre írják alá a két szerződést, ugye a szerkezetkészig és a szerkezetkésztől, akkor ugye a szerkezetkész állapot utáni munkákra már egy megemelkedett árszínvonalon kell szerződni, vagy hát eléggé alacsony annak a valószínűsége, hogy olcsóbbak lesznek a kivitelezések. Igen, ebbe igazad van mondjuk. Említetted itt az elnaplós, meg a nem kifizetéses, meg a hasonló dolgokat. Tehát azt mondod, hogy ha nincs kifizetve a vállalkozó, akármilyen szarul végzi a munkáját, és nem zárja le a naplót, az gyakorlatilag meg tudja most jelenleg hiúsítani a használatbevételit. Így van, mind a használatba vételit, mind a tudomásul vételi eljárást, igazából egyiket se adják ki, ki se fog jönni sem az építéshatóság, sem az építésfelügyelet, ugyanis amikor használatba vétel iránt folyamodunk, teljesen mindegy, hogy melyik eljárás, egyetlen egy dolgot néz a hatóság, ami feltétele eleve az eljárásának, tehát mindig eljárásjogilag kell megakasztani egy eljárást, amikor közigazgatásban dolgozóknak
adok elő valamilyen témában, akkor ők is elkezdenek bólogatni, hogy ugye az a jó, nem kell érdembe dönteni, mert tudunk valami eljárásjogi dologra hivatkozni, ami megakadályoz minket, az a mindig kevesebb a munka. Nem feltételezve semmiféle rossz indulatot a hatóság részéről természetesen. Tehát ugye azt nézik meg, hogy ki vannak-e töltve a felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, és vissza vannak-e adva a munkaterületek az elnapon belül. Várj egy pillanatot, tehát ha az építető behív egy saját műszaki ellenőrt a naplóba, akkor gyakorlatilag azzal FMV nyilatkozatokat ki tudja töltetni, egyedül a munkaterület visszaadása az, ami... A munkaterületet nem tudja visszaadatni. Most jelenleg az a helyzet, hogy senki nem tudja visszaadni a munkaterületet a vállalkozó kivitelezőn kívül. Én erre tudok talán egy kis kaput, de nem biztos, hogy él a dolog. Tehát ha behívsz egy másik kivitelezőt ugyanazzal a szerepkörrel... Már nem tudsz. Tehát megszűnt. Ez mikor a munkaterület, néhány hónapja változott a munkaterület átadás, és most ja, már, igen, ezt tudom. Most már főnapló az ténylegesen vállalkozó kivitelezőhöz van kötve, és amíg ugye nem, kirúgni se tudod egyébként, addig, amíg nem adja vissza a munkaterületet. Tehát az egy mindörökké nyitott napló lesz, hogyha ott elszámolási vita alakul ki. Olyan szinten pont a én műszaki ellenőröm, aki a családi házamnál volt, mondott egy érdekes esetet, ott meghalt a kivitelezés végző egyéni vállalkozó. Ez azért probléma, mert mondjuk egy hagyatéki eljárás, amíg végig megy, az körülbelül egy, hát fél egy év helytől függően. És ott ugyan az örökös mondhatná, hogy ő folytatja a vállalkozást, és akkor belép a kivitelezésbe, de az ügyfél kapuját ennek a vállalkozó kivitelezőnek akkor sem kapja meg. Igen, ez tervező esetén is így van, nekem is van olyan ügyem, ahol meghalt a tervező, és nem tudjuk folytatni a tervezést, mert egyszerűen, tehát módosítani kellene a terveket, de nem lehet, mert le kéne zárni a régi naplót, újat kell nyitni, mert nem engedi a tervezőt módosítani, tehát lehetetlen helyzet, erre sajnos nagyon nem gondoltak a elnaplósok. Így van, ott az lett egyébként a megoldás, a gyári építésfelügyelet járja, első fokon ugye nyilván nem adhatta ki a használatba vétel tudomású vételét igazoló hatósági bizonyítvány, és aztán a másodfok utasította. Egyébként megjegyzem, ennek olyan túl sok jogszabály alapja nem volt, de a másodfok utasította az első fokot, hogy ismerje el a használatba vételt. Tehát az a helyzet, hogyha nincsen visszaadott munkaterület az összes főnaplóban, akkor nem tudunk használatba vételt kérni. Ez megakasztja a folyamatot, ugye kérdés, mit lehet tenni. Biztonság kedvéért én írtam az Igazságügyminisztérium helyettes államtitkárának javasolva egy jogszabálymódosítást, amit vagy megfogadnak, vagy nem, annyiból szerintem volt értelme ennek a megkeresésnek, hogy talán egy kicsit figyelem középpontjába kerül ez az egész, és megpróbálják kezelni, akár úgy, ahogy én javasoltam, akár bárhogy máshogy. Itt az lenne a lényeg, hogy ne legyen ilyen patthelyzet. A másik megoldás, hogy nyitni egy kompletten új naplót, és ebben a kompletten új naplóban, egy gyűjtőnaplóba feltölteni műszaki ellenőr vagy és felelős műszaki vezető által, hogy miért lett megnyitva ez az új napló, és ugye benaplózni a még hátralévő munkafolyamatokat, ha vannak, és erre az új főnaplóra, illetve naplóra megkérni a használatba vételt. Hát ezzel viszont az a probléma, hogy ha hitel van meg egyebek, ők az elnapló sorszámához kötik a szerződéseket, meg mindent, tehát nem nyithatsz. Így van, tehát mindenhogy megszivatja magát az ember, vagy hát megszivatják őt. Úgy mondom, ezért nem tartom jelenleg azt reális lehetőségnek, hogy le lehessen úgy zárni egy építkezést, hogy a vállalkozóval közbefüggőben lévő tételek maradnak. Mert legyünk őszinték, teljesen mindegy, hogy egyetértünk-e vele, vagy nem, hülye lenne visszaadni a munkaterületet, hiszen ez az egyetlen egy dolog, amivel ki tudja kényszeríteni a úgymond, ami neki kedvező elszámolást. De gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy hiába teljesít szarul, mert tegyük fel, hogy teljesít, te példádból kiindulva megépíti szarul a lépcsőt, akkor is, ha azt mondja, hogy fizest ki, és te nem fizeted ki, akkor nem kapod vissza a naplót. Ha kifizeted, akkor ő meg nem fog visszajönni javítani, mert nincs mivel kikényszerítened. Így van. Patthelyzet, ahogy Ura, azt jó. mondtam. Tehát itt érdemes lehet akár úgy fizetni, ha erre döntünk, mert kénytelenek leszünk erre dönteni, ugye a banki szerződés is ketyeg, tehát a bank is adott egy határidőt, amíg be kell fejezni az építkezést, és be kell mutatni a használatba vételt. Arra a bank nem fog folyósítani sajnos, hogy elkezdjük neki bizonygatni, hogy de hát elszámolási vita van a vállalkozóval, és nekünk nagyon igazunk van.
mert hát ugye a bank az csak használatba vett ingatlannal tud valamit kezdeni, hogyha értékesíteni kellene azért, mert nem fizetünk. Tehát gyakorlatilag az sem megoldás, ha mondjuk a vállalkozói szerződésbe kikötjük, hogy az utolsó 10% mondjuk az adott munkafázisokból akkor utalható, vagy akkor fizethető ki, amikor a műszaki ellenőr az első osztályú munkát leigazolja. Mert ha nem is igazolja le, a vállalkozó nem adja vissza a munkateretet, tehát megint ott vagyunk, ahol a part szakad gyakorlatilag. Igen, itt a legjobb megoldás ugye az lenne, hogy akkor kapja meg az utolsó részleteket, teljesen mindegy, hogy mekkorát, hogyha vissza is adja a munkaterületet. De ezt ki lehet kötni szerződésbe? Ki lehet kötni, persze, szerződésbe. Alapvetően a fizetés ütemezése tekintetében szinte mindent ki lehet kötni a szerződésbe, mert ez a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozik. De a másik oldalról pont, hogy a megrendelővel szemben nem lehet ez méltánytalan, mert ő azt egyébként megtámadhatná azért, mert tisztességtelen szerződési feltétel, de ilyet könnyedén ki lehet kötni, hogy akkor kap utolsó részletet, hogyha a munkaterületet vissza is adta. És te milyen jogszabálymódosítást javasoltál ezzel kapcsolatban? Van egy szervezet, ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett, illetve a területi kamarák mellett működik, ez a Teljesítés Igazolási Szakértői Szerv. Ez kifejezetten ilyen építőipari lánctartozások megakadályozása és építőipari elszámolási viták miatt hozták létre. Egyetlen egy funkciója van, kimegy a helyszínre és kiállít egy teljesítésigazolást. Most egyszerűsítettem, de nem sokat, tehát tényleg ennyit tud a szerv. Kimegy, megnézi, hogy valóban teljesítettek-e. Minőségi vizsgálatot az csak szemrevételezéssel csinál, tehát nincs olyan, hogy elkezdi ott a betonsmit kalapáccsal vagy poldi kalapáccsal vizsgálni, ez nem az ő feladatuk. Feltárás se végeznek semmi roncsolásos vizsgálatot, ami szemrevételezéssel megállapítható, akár hiba, akár teljesítés, ők azt beleírják egy szakvéleménybe. Ennek a nagy előnye, hogy az igazságügyi szakértői szakvéleménynek minősül, tehát perbe lehet rá hivatkozni, ez nem olyan, mintha én megbíznék bárkit, hogy írjon alá nekem egy szakvéleményt. Ez biztosítja az is, hogy három igazságügyi szakértő jön ki a helyszínre szemrevételezni, és tartanak mindig helyszíni szemlét. Ennek és ez országosan elérhető? Ez országosan elérhető, bármikor, ráadásul 30 napon belül onnantól, hogy beadtuk és befizettük ennek a díját, ami amúgy nem magas, egy díja 1%-a a, úgy mondom, hogy a jogvitával érintett összegnek, de maximum 450 ezer forint, tehát nagyon nagy kivitelezésnek kell lenni, hogy ez ne érje meg, sőt, igazából egy szint fölött már pláne megéri, mert így is úgy is elérjük a 450 ezret. Tehát 1%-ot kell befizetni, ennek annyi a feltétele, hogy magyarországi kivitelezés legyen, tehát Magyarország területén legyen, és legyen írásbeli szerződés. Az írásbeli szerződés az itt családi házas építkezésnél az azért nem kellene, hogy problémát jelentsen, ugye mert az elnaplóba is eleve fel kell tölteni egyet. De az elnaplós feltöltéseknél én pont azt szoktam javasolni tervezőként, hogy ne írjanak bele összeget, hanem írják bele azt, hogy a leadott költségvetés alapján, mert hogy az összeg állandóan változzik, plusz munka, többletmunka, stb. Stb. Tehát állandóan módosítgatni kellene a szerződést. Ilyen esetben mit fognak akkor? Igen, az elnaplónak van egy ilyen furcsasága, hogy az most már teljesen megtűr gyakorlat lett. Az elején még nem így volt, tehát ott oda csapott a hatóság, de most már gyakorlatilag az összes kivitelezésnél nagy kivitelezéseket is értek ide. Ugye csak darabszámra nézik meg, hogy megvan-e a feltöltés, és nagyon sűrűn előfordul, hogy a kivitelezési szerződéseknek csak a legelső oldalát töltik fel. Ugye ki van pipálva, van ott egy PDF, igazából nincsen kapacitása valószínűleg a hatóságnak arra, hogy megvizsgálja egyenként, hogy fel lett-e töltve, de akár lehetne is. Mindenesetre ez egy jogellenes gyakorlat, mert a teljes szerződés fel kellene tölteni, csak hát szemet fúj jelenleg e fölött a hatóság. És igaz ugyan, hogy nem töltik fel a teljes kivitelezési szerződést, de aláírni viszont aláírják, az a tapasztalat, hogy azért most már nincs olyan, hogy szóban állapodnak meg családi házépítésről. Tehát egy-egy példány rendelkezésre áll. Plusz az eljáráshoz be lehet csatolni a felek közötti e-mailezést, meg az elnapló kivonatot is. Ugye öntudatos megrendelők azért szoktak irogatni az elnaplóba. Mi ezt mindig elmondjuk, hogy azt ne felejtsék el, hogyha írnak is az elnaplóból nem lehet törölni. És még egyszer elmondjuk, hogy az elnaplóból nem lehet törölni. Az egyik ügyfelünknek annyira ez nem ment át, és írt egy elég hosszú elnapló eseti bejegyzést, ami úgy kezdődött, hogy Tamás, te engem ne kóstolgassál. Ez nem mutatott jó, később a bíróságon nem erősítette az ő helyzetét. Igen, nekem is volt ilyen ügyem, és nekem ugye elég jó a viszonyom az építésfelügyelettel, ezért nekem szólni szoktak, hogy csak akkor rakjunk bejegyzést a naplóba, ha már
túl vagyunk azon az egyeztetésen, hogy így kéne, úgy kéne, amúgy kéne, mert minden egyes bejegyzésre, ami hibára vonatkozik, ők kötelesek azonnal kimenni és reagálni. Tehát magára rántja az ember a szaros bödönt azzal, mert az építési felügyelet is félig meddig olyan, mint a NAV, hogy ha kimennek, akkor már találnak máshol hibát. Tehát jobb nem piszkálni Így ezt a van, így dolgot. van. Azt szoktuk javasolni, meg elég sűrűn vannak, hogy megrendelők, főleg fiatal megrendelőkre igaz ez, ha már úgyis kimennek, ugye ott a telefonjuk fényképezgetnek, és töltik fel a telefonokkal készített képeket. Este nagyon szoktuk javasolni, mert lehet, hogy később jól jöhet, de valószínűbb, hogy nem jön jól. Tehát amikor fényképezik a munkásokat, nyilvánvaló, hogy egyikkel sincsen védőfelszerelés, de ráadásul félmeztelenül hordják a betont, ugye mindenféle biztonsági intézkedés nélkül, azt nem szokta szeretni senki. Másik oldalról viszont vannak olyan munkarészek, amiket érdemes feltölteni, tehát mondjuk gipszkartonozás tipikus tetőtérbe, ugye tűzgátló gipszkarton kellene, esetek nagyobb részében nem tűzgátló kerül fel. De ha mi egy olyan kivitelezés vagyunk, ahol kivételesen valóban tűzgátlót raknak fel, akkor szoktuk javasolni, hogy azért pár képet lőjön már arról, és ne kerüljön fel a naplóba, hogy ott a rózsaszín karton virít. Igen, tehát azt hozzátenném a nem ismerőknek, hogy nem sok különbség van a nem tűzgátló és a tűzgátló között, mert például a tűzgátlóból létezik olyan, ami szintén fehér papírozású, viszont az élére rózsaszínnel van ráírva maga a tűzgátló felirat. Tehát csak ennyi a különbség a normál karton között, és ha nem készít fotót, akkor nem látszik, hogy az tűzgátló vagy nem tűzgátló. De egyébként igen, Krisztiánnak igaza van, tűzgátló az elméletileg rózsaszín lenne felületileg is. Igen, kicsit el is kanyarodtunk, tehát mit tudunk még itt tenni? Hát a elnaplót azért óvatosan kell használni, mindenkinek azt mondom. Ugye a bankoknak vannak ezzel kapcsolatosan elvárásai. Talán pont a te csoportodban láttam a múltkor, hogy szívózott a bank azon, hogy keveselte a tervezői művezetét bejegyzéseket. Ugye ilyet nem írhat elő a bank, tehát a tervező az akkor megy ki tervezői művezetni, mikor szeretne, legfeljebb a kamarai ajánlásokat kell tartani, de ez alapvetően nem banki kompetencia szerencsére. Tehát térjünk vissza akkor egy kicsit a kellékszavatosságra. Igen, ugye a kellékszavatosság és a jótállás között megbeszéltük, hogy alapvetően bizonyítási különbségek vannak, illetve a jótállásnál a határidő az fix, tehát az átadástól számított fix határideig érvényesíthetjük. Ahogy azt is megbeszéltük, ugye, hogy fogyasztóvállalkozás között a kellékszavatosság az 2 év, ugye épületek esetén ez több, de alapvetően még mindig nem túl sok. Mi van akkor, hogyha mondjuk 15 év múlva derül ki egy tartó szerkezeti hiba, vagy bármilyen más hiba, amit ugye nem tudtunk korábban észlelni, mert mondjuk eltakart munkarészeket érintett. Ennyiben viszont jobb a kellékszavatosság. Azt mondjuk, hogy még nem voltunk olyan helyzetben, hogy érvényesítsük ezeket az igényeket, praktikusan ugye ez azt jelenti, hogy nem tudtuk, mert eltakart munkarész, addig ez a kellékszavatosság igény, ezt úgy nevezzük jogilag, hogy nyugszik. Tehát, hogyha azért nem tudunk érvényesíteni egy igényt, mert nem tudunk róla, hiszen eltakart munkarészt érint, de elterik közben az a határidő, amíg ezt megtehetnénk, ugye hát így duplán szívjuk meg, mert van egy hibás munkarészünk, viszont már nem tudnánk igényt érvényesíteni, és pont ez hidalja át ez a nyugvás. Tehát, hogyha felfedezzük a hibát, ami rejtett részeket érintett, akkor még további, hogyha egy év több volt a kellékszavatosság, akkor további 3 hónapig, bocsánat, hogyha kevesebb, hogyha több volt, akkor pedig további 1 évig még beperelhetjük a vállalkozót, vagy hát nyilván először nem perlünk, hanem megkérjük, hogy javítsa ki, vagy legalábbis nézze meg. Aztán, hogyha nem ért ezzel egyet, akkor tudjuk őt beperelni, de az a lényeg, hogy ez sokkal későbbi igényérvényesítést is lehetővé tesz. Ritkán fordul elő, mert nem lesz meg az a cég valószínűleg. Én épp ezt akartam mondani, hogy szerintem így 5 éves belátható távolságban szabad gondolkodni abban, hogy bármit is érvényesítsünk, mert utána én nem látom ennek realitását. Igen, mondjuk egy érdekes dolog, ha igényérvényesítés, meg ha már felmerült az előbb a jótállás, meg a garancia, a garanciának amúgy lenne értelme. A garancia az egyébként annyiban hasonlít a kezességre, ugye, hogyha aki tartozik, nekünk nem fizet, akkor helyette más fog. Ez nagyon leegyszerűsítve ugye a kezesség. És a garancia annyiban speciális még ez a kezességhez képest, hogy itt igazából nem nagyon kell bizonyítani semmit, hanem csak be kell adni egy papírt, hogy te fizes ki nekem. Ugye a garantőrhöz kell beadni, ez egy 3 szereplős ügylet, legyen a megrendelő benne, a kivitelező, meg a garantőr. A garantőr az, aki adja ezt a garancia nyilatkozatot, hogyha ő megkapja ezt a papírt, akkor fizetni fog a megrendelőnek. Aztán majd ő elrendezi a kivitelezővel, hogy jogos volt-e a fizetés vagy nem, de alapvetően nem tagadhatja meg a kifizetést.
és nagyobb projekteknél, hogy biztosítsák azt, ugye, hogy hibátlan volt a teljesítés, meg később visszajön a vállalkozó, két dolgot szoktak csinálni. Az egyik módszer az az, hogy visszatartanak ugye a vállalkozási díjból egy 5-10%-ot, és azt mondják, hogy ezt 2 év múlva odaadjuk, hogy a 2 évig nem merül fel semmilyen hiba a teljesítéssel kapcsolatosan. Ha igen, akkor ide jöhetsz kijavítani, vagy ha nem jössz ide kijavítani, akkor ott van a visszatartás, és abból majd kifizetjük a vállalkozót, aki ezt megcsinálja. Ha letelik a 2 év, akkor pedig ezt visszaadjuk neked, ha nem merült fel semmi hiba, vagy kijavítottad az összeset. Ez azért nem annyira jó eset, mert ugye a 2 év alatt eldobhatja a céget, kiveheti belőle a pénzt, és akkor nem nagyon tudunk igényt érvényesíteni megint csak. De van egy olyan intézmény, ez a garancia, amivel az építőiparban azért ki lehet váltani ezeket a visszatartásokat. Az összeghatár az ugyanaz szokott lenni, mint a visszatartásnál lenne, tehát mondjuk a vállalási árnak az 5%-a. És az azért jó, mert ezt csak be kell adni ugye a garantőrhöz, ami többnyire egy bank vagy biztosító szokott lenni, ő kifizeti nekünk, aztán majd a vállalkozó eldönti, hogy jogos volt-e vagy nem. Beperelhet minket is, mint megrendelőt, hogyha mi úgy hívtuk le, hogy ez egyébként nem volt jogos, és meg is fogja nyerni. Csak az a lényeg, hogy itt, amikor ugye gyorsan kellene beavatkozni, akkor nem kell még bizonygatni, hogy de hibás ez az egész, úgyhogy közben mondjuk szétázott fönn a gipszkarton a vállalkozó hibájából. És ez a garantőri dolog, erre kell egy előzetes szerződés az adott bankkal vagy valamivel? Igen, erről úgy a vállalkozó szerződik a bankkal vagy biztosítóval, most már biztosítók is beszálltak ebbe a buliba, tehát nem ismeretlen, ha nagyobb fiókba bemegyünk akár bankhoz, akár biztosítóhoz, tudnak ebbe segíteni. Főleg azért, mert ugye van vállalkozói kapcsolattartó, aki többnyire a vállalkozásoknak a kötelező felelősség biztosításait intézi, és ő ezt tudni fogja. Itt a vállalkozó fog leszerződni a garantőrre, és erről adnak egy igazolást a megrendelőnek, és azon lesz egy nyilatkozat, mint ahogy hogy kell lehírni ezt a garanciát. Ez nagy cégeknél működhet, a kis cégek vagy egyéni vállalkozók egyrészt nem fogják érteni, hogy mi most mit akarunk, egyébként se szokták, és egyébként meg jobb feltételekkel tudnának máshol kivitelezést végezni, de azt mondom, hogy lehet az a családi ház, vagy inkább ilyen villa mértékű, ahol azért elgondolkozhat azon a kivitelező, hogy bevállalja ezt, mert egyébként nagy pénz van benne. És mi az, amit ez a, mondjuk azt, hogy hagyományos, bár ez szerintem nagyon sokoknál ki fogja verni a biztosítékot, ez a hagyományos 50-60 milliós családi háznál, amit szerinted most a jelenlegi építőipari helyzetben javasolt egyáltalán szerződéskötésre, kifizetésre, garanciára, jótállásra, stb. Én azt mondanám, hogy nulladik lépésként legyünk nagyon körültekintőek, hogy kivel szerződünk. Most nem mondok várost szándékosan, mert egyből tudnák az ott lakók, meg nyilván a kivitelező főleg, hogy róla van szó. Az adott kivitelező azt csinálja, hogy mindig létrehoz egy új KFT-t, azzal ilyen sorházakat épít, és több ütemre osztotta föl azt a földterületet, amit megvett, és azt csinálja, hogy amikor egy adott ütemmel végez, egyből végel számolja a céget. Most jelenleg a negyedik ütemnél tart, a harmadik ütemet már átadta, be is költöztek. Ugye mit látok? Oda megyek, látom, hogy már egy csomó sorházat megépített a vállalkozó, és rákérdezek, hogy akkor ezt csinálta? Nem, azt a céget már végelszámoltuk. Ezért miért? Mi ebbe a kockázat? Ugye senkivel szemben nem tudok majd igényt érvényesíteni, akármilyen hiba jön elő, mert ugyan ott van a vállalkozó, hát csinálja a következő ütemet, de fölteszi a kezét, hogy sorry, az egy másik cég volt, nekem ahhoz már semmi közöm. Tehát ilyen vállalkozókkal, mondom, hogy mérsékelten érdemes kezdeni, vagy akkor eleve számoljuk rá, hogy bármilyen hiba jön be a későbbiekben, nem fogjuk tudni még annyira se érvényesíteni, mint egyébként tehetnénk. Az, hogy a szerződésekben mit lehet beleírni, azt meg megint mondom, egyéni vérmérséklet függvénye. A legjobb választás egyébként az nem is a szerződésnél dől el, hanem hogy helyi, akivel szerződünk. Ugye, hogyha 60-80-100 kilométerről jön a vállalkozó, akkor megcsinálott egy munkát, vagy nem csinálja meg, lesznek vele problémák, de ki tudja, hogy mikor jár arra. Ha viszont heti szinten találkozunk vele, meg a potenciális ügyfeleikkel, akkor ez ilyen, mondom, hogy jogon túli eszköz szokott lenni. A másik jogon túli eszköz, nem szoktam javasolni ezt a baseball térkalástöréses dolgot. Az is igaz, hogy ennél a térkalástöréses dolognál az kimutatták amerikai kutatók, hogy több pénze nem lesz az embernek attól, hogy eltörik a térkalácsa. Tehát valószínű, hogy kontraproduktív is tud lenni, hogyha makacs az ember.
Igen, csak erre én meg azt a példát szoktam felhozni, hogy az ilyen vállalkozók Magyarországon rendszerint 2 méter magas kőkerítés mögött laknak, és nem véletlenül. Meg nem mer megállni az utcán az autójával még 5 percet sem, mert véletlen krómafák kerül a motorház tetőre, de hát ez is magyar sajátosság. Igen. Én azt mondom egyébként, hogy lesz itt nagy koppanás sajnos. Ugye most beszélhetünk most, ez a klasszikus hurkástarkójú, akikről beszéltünk szerintem, nagy fekete autókkal, ez azért most inkább a 40-es, 50-es, már 60-asba hajló korosztályra jellemző, meg a 20-asnak az alja. Azért most felnőtt egy generáció, azt lehet azt mondani ezeken a 2012 óta tartó szárnyalásba, nekik lesz egyébként a legfurcsább, mikor visszaesik az időszak, ők ugye abba szocializálódtak bele így kezdő vállalkozóként, hogy igazából nem lehet olyan szarul csinálni, hogy az ember ne legyen teli munkával. Igen. És mindig hívják annak ellenére, hogy csúszik, nincsen pénze, tehát tőke hiányos, nem tud előfinanszírozni. Nyilván ezeknek a száma meg fog csappanni, tehát a következő korrekcióval azért bízom benne, hogy tisztulni fog a piac. Mikorra várod ezt a... Ezt már mindenki várja, azt mondom, ugye de a mikor a prognosztizálod, akkor inkább úgy kérdezem. 2008-as válságnak mostanában beszélgetek elég sok közgazdász jellegű emberrel, azért mondom, hogy jellegű, mert na, azért sok mindenkit hívnak közgazdásznak. Azt mondták, hogy a 2008-as válságnak az volt a legnagyobb problémája, hogy elmaradt. Tehát ugye megmentették az összes bankot, rengeteg pénzt kaptak a cégek, igazából nem tudott kihullani ez a rossz portfólió. Ugye a GDP arányos hiteleknek az aránya az már magasabb, mint a 2008-as válság előtt, ugye nagyrészt a csokos őrület miatt, de nem kell messzire menni, Németországban a Bosch az már létszámstoppot vezetett be, tehát nem vesznek föl új embert, mert arra számítanak, és ezt igazolta is egyébként a Volkswagen csoportnak is a negyedéves jelentése, és a Boschnak is, zárójelesen jegyzem meg, aki ugye főként autóipari beszállító, hogy egyre kevesebb új autót tudnak eladni, már pedig Európában, mi ugye Németországba szállítunk be, főként második körös beszállítóként, ugye meghatározó az autóipar szerepe, magyarként ezt nem kell mondani, hogy azért itt is gyakorlatilag az autógyárak viszik el a gyártás nagyobbik részét. Ha az autógyártás nem fog menni, annak oka van, nincsen fizetőképes kereslet, a gazdaság lassú, ha a gazdaság lassú, akkor egy idő után ugye kijönnek az egyenlőtlenségek, és lehet ez egy válság erőszere. Nem biztos, hogy normális az egyébként, hogy 30 négyzetméteres panelok 30 millió fölött mennek el. Igen, ebben egyetértünk. Mondjuk nagyon messze vagyunk még mindig a nyugati ingatlanáraktól, de nem is feltétlen kell felzárkózni benne. Én is 2-3 évet mondok körülbelül, hogy megint zökkenünk egy jó nagyot. Aztán az a kérdés, hogy mennyire fog tisztulni ez az építőipar. Igen, ugye építőiparban egyébként duplán szívjuk, mert vannak nagy állami kivitelezések. Sajnos nem kórházak, de nem akarok politizálni. Tehát ugye ott ők a közeggyapot árán éreztem meg, hogy amikor kezdtünk építkezni 3500-ról, igazából mikor megvettük, akkor 5500-as négyzetméter áron vettük meg. Ugye van a közeggyapotnak egy olyan sajátosság, hogy nem túl jól ég, ezt a tette videódban is láthattuk. Innentől kezdve közületeknél gyakorlatilag csak közeggyapotot lehet használni, ami szépen felhajtotta az egyébként is magas ugye keresletet erre az építőanyagokra, de ezt minden mással kapcsolatban el lehet mondani. Tehát ezek az állami építkezések is kifulladnak, és az lesz a probléma, hogy ez a úgy gondolom, hogy sok fölösleges munkaerő, mert valószínűleg nem kell ennyi kőműves át, stb. Egy válság álló szintre. Ez mind rá fog szabadulni az építőiparra, ami vagy az árakban jelent majd mély repülést, vagy pedig komoly cégbedőlések lesznek. Hát igen, meg talán lehet normálisabb szerződéseket kötni. Akiknek lesz még egyáltalán pénze építkezni, mert én is azt látom, hogy akik 40 millióból akarnak építkezni, az a vége 55-60 millió, tehát elképesztő módon elszálltak az árak. Köszönöm szépen a beszélgetést, vannak még további hallgatói kérdések, azokat majd a következő adás alkalmával átbeszéljük. Köszönöm szépen, volt. Kitartást, előbb-utóbb mindenki felépítkezik. Ez volt a Minden, ami Családi Ház podcast első adása. Visszahallgatva az adást, témák között kicsit csapongtunk Krisztiánnal, illetve egyes témák megérdemelnének külön-külön adást, ezt a későbbiek során pótolni fogjuk. Ha tetszett az adás, vagy bármi kérdésetek van, a show notes-ba berakott linkeken megtaláltok minket. Sziasztok!